smart aszfalt, emulzió és némi homok. Ez szükséges a most beszerzett Infraset kátyúzó rendszerhez, amelyet a mai napon üzemeltek be. Az önkormányzati tulajdonú eszközzel kapcsolatban elhangzott, a szerkezet egy olyan komplex technológia, amely egy utánfutónyi eszköz segítségével az aszfalthibák azonnali javítására szolgál. A berendezés üzemeltetését a Városüzemeltetési Intézmény munkatársai fogják végezni, már ettől a héttől kezdve egész éven át. Nagyon rosszak a város útjai, a városi úthálózat nagyon leromlott állapotban van. Állandóan kátyúzunk télen-nyáron. A téli kátyúzásnak tulajdonképpen annyi értelme van, hogy kármentés, hogy a kocsik ne menjenek bele a nagy gödrökbe, de a téli aszfalt, a szakemberek tudják, a téli aszfalt az tulajdonképpen egy tűzoltó munka, azt tavasszal újra kell aszfaltozni végleges, normális minőségben, télen nem lehetett eddig rendesen aszfaltozni. Ez egy olyan készülék, Infraset nevű kis készülék, ez egy olyan készülék, amely jel mínusz 15 fokig bármikor lehet, akár esőben is, esőben nyilván nem szerencsés, de még akár esőben is lehet vele dolgozni, de a legfontosabb, hogy mínusz 15 fokig egyenlő minőségben, tehát nem rossz minőségben, hanem ugyanolyan minőségben dolgozik a gép, mint mondjuk most 5-6-8 fokban. Nyilván annyi különbséggel, hogy egy picit több idő fölmelegíteni a mínusz 10-hány fokról, fölmelegíteni a megfelelő hőfokra az anyagot, de ugyanolyan hatásfokkal dolgozik. Ez a város tulajdonában van már ez a gép, a Városüzemeltetési Intézmény dolgozói, szakemberei dolgoznak majd vele. Most egy bemutatót látunk, illetve hát ez már az átadás pillanata, amikor a szakemberek, akitől vásároltuk a gépet, ők mutatják be itt most a nyilvánosság előtt, hogy milyen kátyút tudunk elhárítani, és hogyha ez tényleg olyan jó, amilyennek beharangozták, nyilván ezt nem vakon vettük meg, a kollégáink ezt megnézték, hogy működik a gyakorlatban ez a gép, de ha tényleg olyan jó, mint ahogy eddig is láttuk, akkor holnap reggeltől beindul a munka.